Egyelőre harang nélkül áll a dombavári Szent István templom. Hamarosan azonban harangszó töltheti be a környéket minden jelesebb esemény vagy éppen mise előtt. A templom egyébként a 80-as években épült fel egy kertészet helyén. 80-as évek elején Farkasdy Apát úr, Farkasdy András apát plébánosunk megkereste az akkori tanácselnököt, Vidóczy Lászlót, hogy segítsen ebben a dologban. Először ugye a szomszédos parkban tervezték megvalósítani, de hát a pártbizottság ezt nem engedélyezte, és akkor az itt lakó Csirke házaspár, Csirke bácsi, tudjuk, hogy Csirke György hadifogságban volt, és minden nap imádkozott, és kérte Jó Istent, hogyha haza segíti, akkor ő templomot fog építetni Dombaváron. Sajnos közben meghalt, de a felesége ezt nem felejtette el. A templom 1989-re készült el, ám harangja az bizony nem volt. 31 évvel később a hívő közösség adakozásba kezdett, hogy ezen változtassanak. Már ütött a testületűrésen, hogy hát jó lenne már egy harangot is beszereznünk, megvalósítani, mert ugye akkor, mint említettem, elmaradt 1989-ben. A harangot Lengyelországban készíteti el a dombóvári hívő közösség. Fölvettük a kapcsolatot a lengyel öntő műhelyel, 2021, tehát az idén, január közepén, egy 1,1 millió forint előleget kellett átutalnunk, egyébként egy 150 kilós harang lesz, a harangra föl lesz írva az egyik oldalára, az első oldalára föl lesz írva az elejére, hogy Szent István király könyörög érettünk, és egy szép Szent István dombormű. A harangra a dombovári hívők gyűjtik össze a pénzt, és még 1 millió forint hiányzik abból. Dombovár városában a kertvárosi Szent István templom viszonylag újnak, új építésűnek mondható templom. Közvetlenül a rendszerváltás előtt épült fel, és amint látszik, egy modern kialakítású templom. Annak idején nagy öröm volt, hogy felszentelhették ezt a templomot, de azóta is egy hiányérzete volt a helyi hívő közösségnek, az itt élő embereknek, hogy nincs a templomnak harangja, sem harangtornya, sem harangja, és ezért már régóta felvetődött az a kérdés, hogy milyen módon tudnánk megoldani, hogy legyen harang is ebben a templomban, vagy ehhez a templomhoz. És aztán tavaly a búcsú alkalmával hoztuk meg azt a döntést, azt az elhatározást, hogy kezdeményezzük a gyűjtést, egyrészt a hívek körében, a város lakói körében a gyűjtést, hogy harangunk lehessen, és azt, hogy ez meg is valósulhasson. Nem sokkal később a város vezetése is a nemes ügy mellé állt. 2020. augusztus 20-án született egy elhatározás, amikor János atya a templomnak a plébánosa bejelentette, hogy gyűjtést rendeznek a harang megvalósítása céljából. A polgármester úrral akkor eldöntöttük, hogy a kezdeményezés mellé állunk. Először csak figyeltük az eseményeket, aztán idén tavasszal jött az ötlet, hogy építsünk itt egy harangtornyot, egy haranglábat a harang részére. Kerestük a forrást, megtaláltuk a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT-t, aki a forrás biztosítására támogatott bennünket, és utána jött az elképzelés, hogy megterveztetjük ezt a tornyot. A hely stílusának megfelelően egy organikus stílusba képzeltük el ezt a harangtornyot. Megkeresték az ötlettel a Makovec alapítványt, akik szintén segítenek a megvalósításban. A haranglábat végül Csernyus Lőrinc Kossuth-díjas építész tervezi meg. Ez a templom a 80-as, 90-es években épült torony, illetve harang nélkül. A helyiek az eljelzés érkezett, hogy szeretnének egy harangot, viszont nincsen hova felakasztani, nincsen hova fellógatni ezt a harangot. Volt egy elképzelés, hogy esetleg a harang, hogy a templomnak a padlására elhelyeznék, de ahhoz meg kellene bontani a templomnak a homlokzatát, hogy a hang ki tudjon jönni a toronyból, illetve a padlásról. Ezért gondoltuk, hogy inkább egy ilyen stílusos fa tornyot építetünk ide a templom elé. A Bethlen Gábor alapkezelő nagyjából
10 millió forint forrást biztosít ennek a harangtornak a megépítésére, és abban bízunk, hogy ebből jut majd egy kis összeg a templom környezetének megújítására is. Mindenki előtt jól ismert a déli harang szó. Ezen kívül a harang a különféle szent, tehát a szentmisék és különféle ünnepi alkalmak szertartásai előtt vagy kezdetén szólal meg, és természetesen gyászmisék, illetve temetések alkalmával, amikor a halottakat búcsúztatjuk a harangszóval. Úgyhogy ebből a szempontból is nagyon fontosnak tartom, hogy itt legyen a kertvárosi templomban is harang, láb és harang, mivel hogy itt gyászmisék is szoktak lenni, és hát ugye viszonylag közel van az egyházi temető, ahol pedig a temetési szertartásokra kerül sor. A kertvárosi hívők remélik, hogy hamarosan összegyűlik elegendő forrás a harang elkészítetésére, és így a Szent István templomnak is lesz haranglába és harangja is.